Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornán! A mai videóban egy kicsit különlegesebb, lazacos receptet szeretnék nektek megmutatni, amit egy ilyen tejszínes, gombás, spenótos szószban fogok tálalni, remélem tetszeni fog nektek. Egyébként meglepő módon nem kell hozzá túl sok dolog, és az egésznek amúgy is a fő lényegem maga a az, úgyhogy nem szerettem volna túl bonyolítani. Az egészet én a spenótnak a kiolvasztásával kezdem, mert mindig fagyasztottat szoktam használni, bármilyen ételről is legyen szó, úgyhogy felöntöttem forrásban lévő vízzel, és hagytam nagyjából 10-15 percig állni. Én most nyers, Friss lazacot használtam természetesen, de fagyasztotta is ugyanolyan könnyen lehet dolgozni, csak meg kell várni, még felolvad, felenged. Én két részre osztottam. Egyrészt így sokkal könnyebb megsütni, nem fog eltörni, illetve két szemére készítettem ezt az ételt. Bőrös lazac révén érdemes lehet beírdalni a bőrös oldalát. Én nem tettem, de ennek ellenére ugyanolyan finom és ropogós lett, úgyhogy ha szeretnétek, akkor meg tudjátok tenni. Nagyon egyszerű kevés fűszerrel, már itt az elején megízesítettem, hiszen maga a tejszínes kis szószos dolog lesz az, aminek fokhagymás kicsit ilyen különlegesebb aromája lesz. Én sót, borsot, valamint oliva olajat raktam rá, egy nagyon-nagyon keveset így sütés előtt a harra kisebb méretű serpenyőt kevés olajjal felhevítettem, majd pedig a bőrös oldalával a lazacokat beleraktam. A lazacnak nem kell túl sok idő, nagyon gyorsan elkészül, úgyhogy érdemes lehet fél szemmel folyamatosan figyelni, nehogy túlsüssük, vagy esetleg megégessük egy-egy oldalát. Én nagyjából ezt az adagot, amit láttok, 8-10 percig készítettem, a bőrös oldalát kicsivel tovább, a másik oldalát már csak 3-4 percig sütöttem. A másik oldalát, amit még sütés előtt nem fűszereztem, azt most megtehetem. Egy kevés sót, valamint borsot raktam rá, de egyébként elhagyható. Valamint minden oldalát, még így, amik kimaradtak a sütésből, szintén egy picit megpirítok. Ez egyébként szintén elhagyható lépés, viszont én nagyon szeretem azt a ropogós, extra különleges állagot, amit a sárpenyőben való sütésnél kapnak úgymond a lazat szeletek, úgyhogy érdemes lehet minden oldal ezt a nagyon finom, ropogós kérget előállítani. Egy vékony kis patulával kiszedtem őket a serpenyőből, majd pedig ugyanabba a serpenyőbe, ugyanazon a hőmérsékleten, a benne maradt pici olajjal a fokhagymákat megpirítom. Nem kell neki sok idő, nagyjából 20-25 másodperc bőven elegendő, majd pedig jöhet az új hagyma, amit vékony kis szeletekre feldaraboltam. Ezt a részt sem kell túl sokáig pirítgatni, néhány perc bőven elegendő, majd pedig jöhet a tetejére 4-5 kisebb méretű csiperke gomba, amiket vékonyra szeleteltem, és ezzel is szintén néhány percig így magában a száraz serpenyőben megpirítgatom együtt a dolgokat. Végezetül pedig egy deci bort öntök hozzá, én rozét használtam, de akár fehérbort, vagy vizet, vagy pedig alaplevet is tudtok használni. Ez azért kell, hogy a benne lévő zöldségek megpuhuljanak és elkészüljenek teljesen. Érdemes ezt a részt is megkóstolni, és ha szükség van, akkor természetesen egy kis sóval és borssal kiegészíteni. A lecsepegtetett, jó alaposan kinyomkodott spenótot is hozzáadom. Ugye ezek ilyen kis levelek, amik össze vannak göngyölgetve, ezért érdemes szétszedegetni szálakra, hogy ne egy nagy csomóban maradjon meg, úgymond a szózban. Ezután pedig jöhet két és fél deci tájszín, és igazából nincs sok dolgunk már, hogyha túl sűrűnek ítélnénk ezt a szószt, akkor vízzel vagy alaplével, esetleg borral lehet rajta higítani. Érdemes szintén megkóstolni, hogy kell -e még bele egy pici só, bors vagy más ízesítő, és nincs más dolgunk, mint ebbe a tejszínes raguba visszarakni a lazacokat, ez idő alatt fel fog újra melegedni, át fogja venni a kellemes lágy tejszínes fokhagymás aromáját, és 3-4 percig még alacsony lángon rotyogtatni az egészet, és igazából készen vagyunk. A tetejét érdemes egy kevés citromlével még megbolondítani, szerintem minden hal recepthez elengedhetetlen, én pedig még néhány extra vékonyra szelt citromkarikát is dobtam rá, ugye a fotó kedvéért. Végezetül pedig sokan kérdezhetnétek, hogy mivel érdemes tálalni. Én egyszerű sós párolt rist adtam hozzá, de akár tésztával, vagy pedig nagyon sűrű, krémes burgonyapürével is finom lehet ez az étel, úgyhogy próbáljátok ki bátran. Én nagyon-nagyon szeretem, tényleg egy különleges és végre új hal recept, amit még előtte én sem fogyasztottam, és Samunak, illetve nekem is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy mindenféleképp fogok még ehhez használni, Teljszínes, kicsit gazdagabb hal receptet készíteni, akár így videó formájában, akár pedig saját magunknak. Szóval ennyi lenne ez a recept, remélem tudtam nektek egy kis érdekességet, egy kis újdonságot mutatni, hogyha kipróbálnátok egy-egy receptemet, akkor a leírásban lévő hashtagekkel be tudjátok a képeket Instagramon tegelni, én pedig ezeket nagyon-nagyon szoktam szeretni. Köszönöm szépen még egyszer, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok!